Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar benne a DB Super Manga 86. fejezetével. Dicsőséges lezárást kaptunk a Gus vs. Gokuék küzdelem alatt, és hiába számíthat megosztónak Gusnak a végső alakja, végeredményben ez számít a legütősebb formájának. A körülötte lévő magyarázat is nagyon megállja a helyét, aminek köszönhetően lehetséges, hogy be fog válni az egyik teóriánk elekék fajával kapcsolatban. Gus technikái ismételten mutattak dermesztős húzásokat, azonban olyat is láthattunk tőle, amit még senkitől nem láthattunk eddig a DB szériában. Goku ismételten bevetette az óriás szellem alakját, illetve Vegeta és Granola is visszatért a harcokhoz. És azzal, hogy Granola ilyen erőssé vált, ez ismételten találgatásokat ébreszthet a rajongókban. Amikor először pillantottuk meg Gus megöregedett formáját, olyan érzésünk lehetett, mintha Torombó átkozta volna meg azáltal, hogy behajtotta rajta a kívánság következményét. Lehet, hogy később erről is szól ez, azonban egyelőre a történet azt szeretné mutatni, hogy ez a fajta kinézet, ami megjelent Guson, elekék fajához tartozhat. Kérdés, hogy ezt mindenki meg tudja-e csinálni, aki a fajukat képviseli, és így ez az átváltozás egy olyan végső ütőkártya, mint a csillagharcosoknak az Ozaru mód, amit régebben az egyetlen átváltozásuknak tartottak. Vagy elekék csak úgy tudnának eljutni erre a kinézetre, ha annyit fejlődnének, mint maga Gus, és ezáltal ez a fajta kinézet, ami megjelent Guson, a testvéreinek is meg lehetne. Ezzel a sárkány tényleg csak felerősítette volna a Gusnak a hatalmát, és nem ő adta neki az átváltozásokat, hanem kihozta belőle a potenciálokat a kívánsággal. Ha pedig számítjuk a múltat, amikor láthattuk neki a bardok elleni küzdelemkor az örjöngő módját, Gus már akkor is elindult a faja fejlődési útján, és ezáltal a kívánság csak az egyensúly formáját erősíthette fel. És azzal, hogy több formájuk is van, és folyamatosan erősebbek lehetnek, hasonlítanak dermesztő fajára. Már csak azzal is, hogy Gusnál is az űrlényes hatás fedezhető fel, amikor átváltozik, ráadásul még szarvakat is növeszt, pont mint dermesztő az egyes alakjaiban. Nem kis durranás lenne, ha kiderülne, hogy rokonság van dermesztő és elekék faja között, és azért gyűlölnék a zsarnokunkat, mert elárulta a családjukat, vagy Colt király tette. Ha pedig egyszer Coolert is beszeretnék tenni a fő történet részévé, akkor azt most kellene meglépni. És elképesztő fordulatot kapnánk azzal, ha beköszönne, és ő lehetne az, aki keresztbe tett elekéknek, és a családján át akarják megtalálni. Mivel azonban Gusnak az új átváltozását úgy mutatta be a történet, mintha káros lenne a hősünkre, ez a fajta mód hasonlíthat az ember Ozaru módra. Amikor Broly úgy alkalmazza az Ozaru erejét, hogy normálként marad az óriás Ozaru forma helyett. Abban a formában pedig elhangzik az, hogy ha sokáig maradna ebben a módban, akkor elveszítené az önuralmát és nem tudna visszaváltozni az eredeti alakjára. Addig örjöngene és pusztítana, amíg csak bírja a teste, és pont a test, valamint az energiafelhasználás az, ami hasonlóságot mutat Broly formája és Gussé között. Ugyanúgy az energiájuk hajtja őket, és ugyanúgy megváltozik a kinézetük az átváltozásuk alatt. Csak amíg Brolyt a haragja pumpálja, Gust a saját húsa növeli, és mindkét tény riasztó képet mutat. Igaz, hogy Brolyt nagyon keményen ábrázolják a harcai alatt, amikor ebben a módban van, de valójában nyálladzást kellene látnunk nála, illetve sokkal nagyobban át kellene jönni róla a fékezhetetlenség. Csak ez nem fért bele, mert ha elkezdte volna szaggatni magát, a mozi túlment volna a korhatáron. Viszont ő eredendően igazából olyan dühöt érez magában, ami a valóságban arra utalna, mint amikor valaki dühében képes lenne megölni valakit. Sőt, leharapná még az ujjait is csak, hogy megnyugodjon, vagyis áldozat is van az ereje felszabadításakor, amit Gusnál is betettek, és érdekes módon nála mertek merészebb jellemzéseket tenni. Olyan állapotba került, hogy a formája fenntartása érdekében a saját húsát kell felemésztenie, ezért látszik ennyire nyúzottnak, és olyannak, mintha öregebb lenne. Így úgy kell elképzelnünk, mint egy papírt, ami lángra kapott, és csak addig marad meg az ereje, amíg a papír el nem ég. És mivel nem külső forrást emészt fel, azt is megkaptuk utalásként, mint amikor valóságban valaki éhezésében megeszi a saját ujjait. Benne van az is, amikor valaki utoljára kihozza magából a maximumot, és az akarat erejével túltesz a határain. Mivel azonban Gus közben az extázis érzést is elhangoztatta, az átváltozása folyamán olyan hatást is tett, mintha bekábítózták volna.
Ez pedig azért lehetett, mert amit csinált, felért azzal, mintha szó szerint elkezdte volna megenni magát, és őrülté vált a fájdalom miatt. Ezáltal ezt az átváltozást nevezhetjük extázis hús emésztő formának, és mivel Elek úgy éreztette, mintha ismerné ezt az átváltozást, jogosan tarthatjuk úgy, hogy ez az átváltozás is a fajukhoz tartozik. Makiék ugyanis semmit se tudtak róla, és lehet, hogy Elek is képes lenne rá, vagy csak közelebb jutott eddig a fejlődésben. És az lehetett a terve, hogy a testvérét is eljuttatja erre a szintre, és együtt akartak bosszút állni, vagy az is lehet, hogy csak meg akarta nézni, hogy milyen ez a mód, és hogy mik a következményei. Ami azt jelenteni, hogy beáldozta a testvérét, és minden hazugság volt, hogy Gus a titkos fegyverük, mert valójában Elek az. Benne lehet viszont az is, hogy Gus az ultraegót valósította meg magán, csupán átalakította. Hogy ne az elszenvedett csapásoktól legyen erős, hanem attól, hogy önmagát emészti fel. Így még inkább megőrizhetjük a találgatásunkat Torombóval kapcsolatban, hiszen Gus ismételten használt olyan technikákat, amiket korábban másoktól láthattunk. Amikor elkapta Gokut a telekinézis erejével, az ábrázolás elsőpről sikerült, és ijesztő is lett az, ahogy a hősünk nyaka összeszorult. Ilyen technikát viszont Dermesztőtől is láthattunk a Namek bolygó elleni harcakor, és eléggé nagy tett volt Gokutól az, hogy kibírt szabadulni a szorításból egy teleporttal. Ám ez a tornádó, ami utána fogadta, annyira jól nézett ki, hogy a rajzolás tetőpontra került. Jó irányba terelték Gusnak az új erejét, ráadásul képes lett felülmúlni a fegyverteremtős énjét is, sőt még azt is, amikor nagy sugarakat kezdett el lövöldözni. Kilógónak vehetjük, hogy a szél okozhat gondot Gokunak, de úgy kell látnunk, hogy ez nem egy sima tornádó a természettől, hanem egy olyan támadás, amit egy nála is erősebb ellenfél szabadított el. A jelenet alatt ugyanis úgy látszott, hogy Gus felülmúlta az Omen formát, és még kombózást is mutattak vele, hiszen a forgószélen át lőtt el egy halálsugarat az ellenfélre. Megvalósításban is csúcsra tudott érni a hatás, ráadásul átjött, hogy Goku majdnem belehalt a támadásba. Újabb változatosság lett, hogy Gus szellemszerű végtagokat is használt, és a látvány eszméletlen volt. Az élmény Goku óriás szellem alakját követi, hiszen nála is a teste kiterjesztését szolgálja a képessége, ráadásul Gus is képes volt óriássá tenni a végtagjait. Mert így talpalta le az ellenfelét az egyik rohama alatt, és várhatjuk, hogy az animében is a szellemszerű látványt választják-e majd, vagy olyan lesz a hatás, mint az üveg. A csata alatt végig Gus tudott irányítani, de amikor Goku képes volt megsebezni az ellenfelét, a történet úgy éreztette, mintha Gus ereje elkezdett volna csökkenni. A hősünk pedig azért tudott bevinni neki egy csapást, mert Gus már nem bírt több húst felemészteni magából, vagy a formája nem volt tökéletes. Azonban Gokunak a csapása kettősnek mutatkozott, mivel nézhetjük úgy, mintha csak rúgott volna egyet, és aurával jellemezték a jelenetet. Vagy ugyanazt használta, mint Gus, és egy szellemláb találta el az ellenfelet, ezzel pedig részlegesen vetette be az óriás szellem alakját. Meglepetésnek számít, hogy Granola képes lett visszatérni a csatába, hiszen úgy éreztette a történet, mintha olyan sérülést szenvedett volna el, hogy még Monától se gyógyíthatja be a sebeit. Ám a hősiessége megvolt, csak az látszott hatásvadászatnak, hogy eljátszotta, mintha Gokunak akart volna neki menni. Az is megosztónak hathat, hogy a szál granulát szeretné tenni a hősnek, hogy ő győzze le Gust, hiszen Gokuék sokkal többet harcoltak, ám amint elindult az erőgyűjtés, a hangulat nagyon hősiesre sikerült. És ahogy az ellenség szórta a lövedékeit, olyan hatékonyságot sugárzott magából, mint az aranydermesztő a feltámadás moziban. A lövedékeknek a megvalósítása az utolsó nyalábig kitért a jó részletességre, ráadásul nagyon átjött, hogy elárasztotta az egész környéket. Érdekes lett volna, ha Makiék segítenek a testvérüknek, és legalább láthattuk volna, hogy milyen technikáik vannak, Monajtó azonban gondoskodott róluk. Kiderült, hogy nem is kis módszerrel bír, hiszen ha nem is tud harcolni, az altatás nagyon nagy technikának számít, hiszen ez felérhet azzal, mintha valaki egy genjutsut hajtana végre. Hatásvadászat is van abban persze, hogy Makiék ezt be tudták kajálni, mert ennél felkészültebbeknek érződtek. Elvárható lett volna, ha Elek mindent tud a namekokról, ha már megismerkedett eggyel a múltnak a folyamán, mivel nagyon agyafurtnak ismertük meg a hősünket. Erre meglepetést okozhattak neki, és azzal is hátráltatta Gust, hogy nem iktatta ki a gyógyítót. Amit Dermesztő annak idején egyből megtett, amint megtudta, hogy Dende segíti a gyógyításával Gohanékat. És attól tartotta legjobban, hogy a csillagharcosok erősebben térnek vissza a sérülések után.
ami elvileg Vegitánál is működhetett volna ezúttal is, a történet mégse akart erre kitérni, azonban a hősünknek a visszatérése így is bámulatosra sikerült. És ügyes húzás lett tőle, ahogy meggátolta Gust a mozgásban, de mivel alig állt a lábán, furcsa, hogy ennek ellenére is lebírt fogni egy ilyen nagyhatalmú tagot. Bár Gust így is gyorsan ki tudott szabadulni a fogásból, és valójában a nagy szám Vegitának a fejelő támadása volt. A pajzsos védelem újfent jelen volt Gokutól, és elég erősnek értékelhető, mert akkor is kibírta a támadást, amikor a hősünk már lesérült. Viszont az ellenségünk is súlyos kárt szenvedett, de nem egy új csapástól, vagy mondjuk egy új ütéstől és rúgástól, hanem attól, amit Goku korábban rámért. Gust ugyanis a mellkasához kapott, és nem kisvért mutattak nála, amit megjelenítésben is komolyan valósítottak meg. És találgatást adhat az, hogy az extázis húsemésztő forma utóhatását szenvedte el, és emiatt lett gyengébb, vagy Goku csapása utólagosan tudott kárt okozni neki. Az Ultra Ösztönnek a Jiren elleni csatában is voltak ugyanis olyan húzásai, amikor egy ütés később fejezte ki a hatásait. Így lehetséges, hogy Goku szándékosan időzítette a találatnak a kifejtését akkorra, amikor Gust ki fog zökkenni, és ezáltal Granola könnyebben tudja majd eltalálni. Ezt erősítheti az is, hogy az óriás szellem alakját is bekapcsolta, és látszott, hogy Gust sajnálható látványából akar tiszta érzéseket felszabadítani magában. Felkészítette magát az ellenség vereségére, aminek köszönhetően már nem érzett dühöt iránta, és így tudott átmenni a Mester Ultra Ösztönbe. Csak egy rövid időre tette meg, és ahogy elkapta Gust, az óriási énje csodálatos minőséggel rajzolódott meg. Lehet, hogy tovább is fent tudta volna tartani az alakját, és ezáltal ő lehetett volna az, aki vereséget mér Gustra, de a történet inkább Granolát választotta az ellenségnek a legyőzéséhez. Vagy tudta, hogy csak egy kis időre alkalmazhatja az átváltozást, mivel arra ment ki a játék, hogy úgy feldobja az ellenfelet, hogy Granola jól eltalálhassa. Azzal pedig, hogy arra gondolt, hogy Gustnak a bukását látja maga előtt, és azt akarta, hogy pont kikapjon, ezzel ismételten dühös érzéseket érezhetett magában, ami kikapcsolja az ezüsthajú módot. Vagyis azóta Gust eldobását tervezhette, amióta Granola lőni akart, ami nem kis húzás lenne Gokutól. Az is lehet persze, hogy csak rögtönözte az eldobást, azonban lényegében így is ő lett Gustnak az elbuktatója, és ahogy megelevenült előttünk ez a gigászi lövés, olyan robbanási megjelenítést láthattunk, mintha kilőttek volna egy óriási genki damát. Ezért nem is volt csoda, hogy ilyen pusztító robbanást kaptunk, és ha Granola nem jól céloz, egy ilyen csapás felrobbanthatta volna az egész Cerulean bolygót. Úgy ábrázolták Gust, mintha a halál szeretne volna érte jönni, és ahogy benne volt ebben az óriási kráterben a gyötört testével, amit az óriási robbanás okozott, nagyon sajnálhattuk a hősünket. Innen már nem lesz visszaút neki, és várhatjuk, hogy elesette a csatában, vagy még fel kell, mint a horrorfilmekben, a sorozatgyilkosok. Ám az érdekességeket teremtett, hogy Granola honnan tudott felszabadítani magából ekkora hatalmat, amikor korábban simán kikapott Gustól. A történeti vége leránthatja a leplet róla, és kíváncsiak lehetünk, hogy tényleg van-e benne csillagharcos vér, vagy a kívánság miatt lett ilyen erős. Lehet, hogy akik azt kívánják, hogy az univerzum legerősebbéi legyenek, záradékként akkor is megőrizhetik a legerősebb pozíciójukat, ha már valaki közben erősebbé vált náluk, csak így a kívánságnak az utó hatása hamarabb fog bekövetkezni, ezáltal lehetséges, hogy Granola hamarabb fog meghalni. Gust szintén ezt használta ezek szerint, és mégse a fajához tartozna az újabb formája, vagy Granolában olyan erő ébredt fel, ami különbé fogja tenni még a csillagharcosoktól is. Nagyon várjuk a folytatást! Ha nektek is megvan a véleményetek Gust húsemésztő új formájáról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek Goku eltervezte-e az ellenség bukását, vagy csak rögtönzött? Ez volt a Sárkányradar benne a DB Super Manga 86. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.